Szarok ezek a... Szarok. De hát ez, hiszen ez senkit nem érdekel rajta kívül itt. Az asztal... Gerült idén. Nagy szeretettel üdvözlünk mindenkit a második szezonban, amikor hát is... ez már a negyedik szezonja van. Ez a Narcosnak a második szezonja, András. A csatornának valóban a negyedik szezonjában vagyunk. Wow. Ugye, ahogy ez eddig is így volt, mi vagyunk a jók, ketten, Greggel. Igen. És van egy rossz. Így van. Játékban. Lenked a Gergő a jó, te vagy azokkal a drogdílerekkel, akik ki akarják nyírni ezt a drogdílert. Jó, bocsánat, ez a season 1-2, jó? Season 3-ban már lehet, hogy ennél rosszabb vagyok, de jó, értem. Értem, hogy mire akartok kiukadni. Így van, tehát ha mind nyerünk, akkor eljövök érted és a Kali kartelednél tárolt kokainért. És aztán én ezt hazaviszem, és eladom a belvárosi szegény rétegeknek, hogy abból gazdagodjak meg, mert én vagyok a DEA. Bizonyítom. Na jó van. Ha, szóval. Jó, akkor tehát, hogy mindenki rossz, de meg akarjuk ölni egymást, így mert van. Úgy lesz nekünk a legjobb. A világ az csak nyerni fog ezáltal a játék által. Így van. Uh-huh. És ti is. Úgyhogy maradjatok velünk, mert hogy felcsapom az akcióimat. Csak fel három akciókártyát. Három akciókártyát. Ott a négy! Nagyon jó. Persze, kicsit úgy érzem, hogy ez veled pakliztva. Ne, te pakliztad ide, úgyhogy... 2-4-2 az nem annyira... Nem annyira rossz. Regent nem fogunk tudni ugye megmondani. Most ugye ott álltunk, hogy vége van az első szezonnak, kiderült, hogy hol volt a patron. Itt. És innentől te léphetsz egészen pontosan. Én egészen pontosan, ugye most eldönthetem, hogy mennyi pénzt vagyok hajlandó utazásra költeni. Igen. Igen. Ez jelen esetben nálam 6 dollár, vagy pezó, vagy nem tudom mi van. Igen. De hogy 6-6-ot költöttem, ez a lényeg, úgyhogy attól már helytől... Elköltötted? Már ebből elköltötted? Ebből a 6-ot? Igen. Igen. Mennyi pénzed maradt? 8 maradt. 8 dollárom. Ez szerintem a játéknak az egyik legnagyobb marhasága. 8 dollár azért, hogyha jól vettem le a szabályokba, az azért az egy pár dologra még bőven elég. Hát, igen. De hogy attól, hogy léptél 6-ot, gyakorlatilag feleslegessé vált bármilyen tudásunk, mert a tehát 8 átmérője van kb. Üzének. Tehát innen ebből a pozícióban pont bárhol lehetsz. Bárhova. Fucking valaha. Tehát minden a munkánk most így kidobható. Igen, de ez valahol a mi hibánk. Mert egyébként rakhatunk volna le blokkádokat. Ja, hát igen. Csak hát mondjuk ide berakunk 3 blokkát, és megnyertük a játékot. Tehát ez lett volna igazából Ja, szóval én most ugye 6-ot fizettem, úgyhogy legfeljebb 6-ra vagyok onnan. De lehet, hogy csak 5-re, vagy csak 4-re, vagy csak 3-ra. Jó. De az is lehet, hogy még ott vagyok. Jó, itt van. Igen. Azt nézem, hogy merre... Nem, annál bátrabb. Nem. Lankat pénisz vonalban az A15-ig. Jó, én az előző, ezt mondtam is, én az előző játékban annyira határozottan mondtam akkora marhasságokat, hogy most kicsit visszafogom az egómat, és... De ne! És nem, de ez a te feladatod, de ez most ott van, akkor oda megyünk. Támadás. Amerikai társaim, akik eddig még pont semmit nem csináltak, harcra készen. De majdnem csináltak valamit. Majdnem. Csak oda nem megöltek valakit. Nem az. Ők nem. Nem. Ők meg sem mozdultak ebben a körben. Lakika oda ment és azt mondta, hogy how about no? És te nem voltál hajlandó megfélemlíteni magad. Úgyhogy szerintem ez így teljesen rendben van. Ja. Mi kezdünk? Nem, én kezdek. De szép próbálkozás volt. Ugye a szezon elején egyébként felfedném most, és egy kicsit csaltunk az első szezonban. Csaltam. Szóval most kéne csak felfedni a második szezon objektívjét. Ez ugye azt jelenti, hogy ami akkor történt, az nálunk már megtörtént az első szezonban. Ez akkor volt nehezítés a srácoknak, mert hogy ugye felraktam 2 controlled tokent már az első szezonban. Ugyanakkor meg most ugye nem rakhatom fel, és nyilván most meg mi ezzel járunk jobban. Szóval, igen, tehát hogy valahol ki van ez balanszolva, minden esetre elnézést. Ti ne roncsátok el, a szabály magyarázóban már jól hangzik ez el. Ott. Szóval ez megtörténik, ezen kívül pedig én felrakom
a defense tokenjeimet villám gyorsan, ugye szuper titokban. Bárhol lehet! Bárhol. Bárhol lehet, ezt mondom. Ezért fizettem. De így van. De még a pénzed az pont arra elég lesz, hogy mindent csinálj ebben a körben. Igazságtalan. Egész olyan, mintha egy kartel főnökének egyszerű dolga lenne. Én azt akartam, hogy neki sokkal többféle akciója van, de mi meg ugyanannyi a lépésünk, igen. És még az is be van teljes egészében korlátozva. Mert a törvény így működik. Ez egy igazságtalan világ. Jó, de a társas játék. Igen. Szóval, ugye én fogok kezdeni. Mit csinálsz, Greg? Proaktív vonatkozásnak hívják a interaktivitásomat, de ahhoz, hogy figyelni tudjak, lefoglalom a kezeimet. Ó, nagyon jó. És én ugye most mozgathatnék egy szikáriót, de nincs a táblán szikárió, mert mindegyik itt van, úgyhogy aztán lerakok egy szikáriót, és egészen pontosan... Ha még egyszer ide jössz, én egészen konkrétan téged foglak lelőni, nem is ki fogom játszani az Eliminar el Delator kártyát. Ez ugye egy sziluettes szikárió lap, úgyhogy bármelyik szikáriumot lerakhatom ezzel a táblára, bármelyiket ebből az ötből. És én őt szeretném lerakni a táblára. Őt ugye a saját karakteremtől legfeljebb három távolságra rakhatom le. Nagyon jó. Úgyhogy... Ez nagyon jó, na ez fontos. Hát az ilyenekkel, ilyenekkel tudjuk. Meg neked ne felejtsd el, hogy itt vannak ezek, ja, persze, amikkel majd tudjuk jelezni, igen, meg tudjuk egy kicsit szűkíteni a kört. Így van, meg hogy hol gyártanak Kriston Mettet. De nem, az kék volt. Jó, én tudom, hol van. Ugye? 15-ös. Á, 15, ennyi. Az a kérdés, igen. Ide. Az belefér az A15-ös. Jó, belefér. Mi már megyünk az A15-re megtalálni. Miért vagytok ennyien arra felé? Kutya úristenik neki már. Ugye? Ide fogom lerakni. Nem ment az éjszak. És az Eliminar el Delator azt tudja, hogy ha fizetek $3, már pedig én fizetek, akkor... Köszönöm. És abból te egyet megkapsz, nagyon szép. Akkor kiblokkolhatom bármelyik investigation slotot nálatok. Jaj, de jó. Igen. És én szeretném is kiblokkolni a... Region Investigation-t. Aha. Azt mondja, hogy... Most már jelöljük, mert a három hát, nem az nagyon az sok. Nagyon sok. Én igen, kezdenék őszintén, ja, szóval ja, megmondom, ja, hogy persze, miért. Persze, azért kezdenék, mert én őt így automatikusan, mint egy fel is fogom venni. Mit szólsz ahhoz, jöhet, ha én azt csinálom, hogy a négyessel ezzel a karakterrel leverem ezt a picsába, és aztán a másik karakteremmel átlépek, kapok egyet, és aztán a... Nem. Ó, nem tudom azt megcsinálni, mi? Tehát nem, ezen lehet három. Akkor tudja csak elpusztítani a labort, ha rálép? Aha. Vagy a nem, a szomszédról is eltudja. Akkor elpusztítod a lab... Ja, nem, már a kokain. Akkor a kokain is eltűnik. Mindegy, leszálljuk a kokaint, ez lényegtelen jelent. De nekem kell a kokain. Tudom, de hát most tele vagy, úgyhogy ezt el kell használnod. Úgyhogy arra használni, hogy felrobbantod a labort, és akkor egy minuszban vagyunk. Nem tudod, azt nem... Felrobbantod a labort, ahelyett, hogy elvinnéd róla a kokain. Fel, és ezzel biztosítottad be. Ezzel. Úgyhogy... és még vele is van egy akcióm, és vele is van egy akcióm. Igen. Szerintem négyes ne használjuk el arra, hogy őt levegjük, mert látja a kártyáinkat, szóval feltételezheti, hogy a négyest ezt ki akarjuk játszani mi hamarabb, úgyhogy múlt körben is... Én hiszek neked. Kicsit tette le. Próbáljuk meg a kettessel. A kettessel megatakoltuk a szikáriódat. Jó. Annak a szikáriónak egyes. Yes, az értéke! Ó, yes! Yes! Akkor ezt a bonus terén a picsába. Az a szikárió, sajnos. That's a beautiful read. Elhullom. Jó. A szikárió léphet olyan helyre, ahol én állok? Nem. Na. Hell yeah! Mert hogyha oda lerakja a limont, akkor nem tudja ahhoz a reptérhez kivinni. Tök jó. Ó, oh, de a másikhoz is. A másik. Ja, persze. Ah. Jó, a limon, vagy Leon. Leon az egy kengyelfutott gyalogkapuk, az lejön és szerzi kokain, neki ennyi.
Hát akkor igazából ez nem tud mit csinálni, mint hogy elpusztítom ezt. Pusztítsd el. Jó, lépek egyet. Azt meg nem jó, bazd meg. Ó, hülye vagy! Egy, kettő, és... Bazd meg! Ezért mondtam egyébként, hogy hát ha... Próbáltam segíteni. Jaj, dehogy is, te is most jött erre, hagyjál már végén. Nem, tényleg próbálj segíteni. Jó van. Oké, cool, te jössz. Ezt a regent, ezt most leblokkoltad az egész körre? Aha. Jöjjön egy hármas. Nem, a te izédre blokkoltam le. Jaj, jó. Greg már majd jöhet. Egyes kérek. Három, kettő. Come on! Nem baj. Range az nagyon jó. Igen. Szarok ezek a... Szarok. De hát ez, hiszen ez senkit nem érdekel rajta kívül itt. Az aztán... Jó, azt fogom csinálni... Maximum egy kis empátia van bennem, de az nagyon dolgozik rajta. Hogy kijátszom vele a szót. Csak nem. Ő ugye ő. És vele azt fogom csinálni... Ez itt mit csinál? Ez mutatja, hogy a nullánál. Oda rakod le? Nem, még nem raktam le. És nem ezt a képességét fogom használni, igen, hanem az általános képességet fogom használni, ami ugye legfeljebb kettőt, vagy labort rakok le, vagy kontrollt, vagy blokkádot szedek föl. És maximum kettőre rakja le most a izétal. Ó, jaj! Hát akkor megtudjuk a régiót. Lehet. A kettő az kezelhető. A kettő az kezelhető, tehát háromtól vagy készítsd az effieidet. Készítjük. Jaj, de nehéz ez. Tudtam, hogy ott van! Jó, ott van! Most innen kettőre piros az összesen. Igen, tudtam, hogy ott van. Tudtam, és tudtam. Nem fogok. Nem, ide jövök, és egy range-et fogok. Várj, a range az mit is csinál? Nem mondja, hogy milyen távol van. Jó, és én azt fogom csinálni, de fogok rakni egy controlled tokent ide. Aha. És le fogok rakni... Tehetsz egy, a padronodra tehetsz egy controlled tokent? Tehetek. Tehet, nyugodtan. Mert ugye nem kell ugyanazon a mezőn állnod igen, a capture-höz, hanem csak szomszédosra capture-ölhetsz, ugye? Hát ugyanoda, vagy szomszédosra. Aha. Uh-huh. És le fogom zárni... Ezt. Ezt fogod lezárni. Jó, nézd el. Igen. Ezt és ezt a területet miért nem tokeneztétek? Micsoda? Ezt, mert ezek mi vagyunk. Igen. És arra nem léphet, ott nem lehet a padron, ahol mi vagyunk. Uh-huh. Tehát ott nem lehet. Ott nem lehet, itt lehet igazából. Itt is lehet, meg itt is lehet. Nem tudok mit csinálni. Ez ismételten semmi kézenfekvő információk nincsen. Az elkapást illetően. És hogy ez, ráadásul nem nyomajlok többet, hanem, fia már... Ezzel... Biztos ide lépek, és az a kérdés, hogy próbáljunk-e rá valamire, vagy robbantsunk... Várjál, nem úgy kellene lépni, szerintem... Miért? És ő vele meg ide jövök. De az miért jó? Mert blokkádolni fogom ezt a kettőt, mert itt szerintem nincs. De az nekünk hogy jó, hogy hol blokkádol az? Mert akkor ettől a régiótól legalább elzárjuk, és akkor arra tereljük. Itt annyi emberünk van, hogy ezen nem fog soha átjutni. De várjál, nézd meg, tehát hogy itt így álltunk. Igen. Így álltunk egész végig. Igen. Tehát, hogy erre nem tudott jönni. Nem. Erre nehezen tudott jönni. Igen. Arra tudott menni. Hol vagy? Ott. Erre tudott jönni, uh-huh. Föl legkönnyebben. Tehát akkor ide tegyek a blokkádot, azt mondod? Nem. Na jó, van. Figyelj, haladnunk kell, mert valamit csinálnunk kell, én akkor is ide lépek. Először lép az egyikkel. Ja, lépek az egyikkel. Csináld meg az akciót, amit akarsz.
Az, ez most nekünk... Ja, nem. Nem tudod onnan elpusztítani mind a kettőt. Nem tudom mind a kettőt. Ővel se tudom. Helyel csak. De eltudom. Hát plusz kettővel, ha akarsz olyat lépni. Nem. Ó, nézd meg van egy olyan kártyád, amivel tudsz egy újat húzni az egyik helyére. Igen, de hogy... nem akarok most. Ez tudom, de ez én mindent a capture-re teszek majd föl, amikor már ja, majdnem tudjuk, hogy hol van. A region-nel négyre le tudjuk szűrni. Négyet ki tudunk szűrni belőle. Bazd meg. Próbáljuk meg. Hát az a baj, hogy mennyi esély van rá, hogy ott most egy egyes van. Igen. Azt kellett volna, meg kellett volna tartani. Uh-huh. Még mindegy volt, ma nem lövöm el akkor, mert... Ez nem egy akció, ugye? Ez csak úgy felhasználtam. Igen, és szerintem ezt bármikor használhatod, nem... Igen? Bárkinek a körében. Jó. Az összes ilyen izény. Felhasználom ezt a kártyámat. Nem, játszolunk kell, gyerekek. Felhasználom ezt a kártyámat, és kapok egy egyes azonnal. Még egyet. Még egyet? Na, jó, igen, úgyhogy ide lépek. Szeretném megtudni, hogy milyen régió vagy. Hát azt... Rákérdezni tudom. Hogy abban a régióban vagyok-e, ahol most te vagy. Igen. Ahol most és? Én vagyok? Nem. Akkor okay, középen ebben van. A négyben abban van. A négyben ez van. A négy valamelyike. Jó. 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 Tudod, mit tudsz csinálni? Ez lényegtelen. Ezek teljesen mindegyek? Nem. De hagyj játszok már én! Bocsánat! Na, igen. Hallgatom a javaslatodat. Ha ide átlépsz, akkor ezt meg lehet inspektálni effektíve. Próbáljunk rá! Na, ott az egyes. Capture A. Tehát nem robbantjuk le ezt a kettőt. Mondjad be ünnepélyesen. A1. Ott vagyok. Yes! Mekkora! De ez nagyon jó read volt, ez nagyon nagy jó read volt. Volt, Jézus szép volt, jól van. Jó, örülök, hogy hallgattam, mert öregem! Hú! Semmi, én annyira biztos, nem akartam mondani, én annyira biztos voltam, hogy ott van, hogy is ott van az agyamnak a hátában. Ugye? Biztos. Mert nézem, hogy ezt az utat így végigépíted. Nem is tévedtem sokat az A15-tel. Nem. Nagyon cseles vagy, bazd meg. Jó. Konkrétan azért kellett 6-ot fizetnem, mert itt állt ez a fasz. És igen. Onnan, meg kellett onnan körbe kellett jönnöm, hogy ilyen tök közel maradjak. De jó. Ezeket visszaadom neked. Oh, shit, köszönöm. Hát ez nagyon, úristen, ez nagy... Nagyon mázink volt ezzel. Az, hogy pont kettőre oda tudtál lépni, ez hatalmas mázik volt. Igen, észre sem vettem. A1. Szóval, az van, hogy most bár elkaptatok, én azonnal megszökök, és... Igen. Jó, de ez megvolt. Megvolt. Egy pillanat alatt meg is jelenek bárhol. A pályán igazából, ahol kedvem tartja. Mi? Úgyhogy mindenféle megkötés nélkül, anélkül, hogy fizetnem kéne, most valahova máshova átmegyek. Ez fair. Szerintem másfél kapcsolatban elkaptuk, de... még van annyi. És emellé kapni fogok egy újabb objektív kártyát, amit majd a harmadik szezonban rakhatok fel. Jó. Úgyhogy... az majd akkor... Nem könnyebb lesz ez a játék. Nem. Úgyhogy én most átrakom magam valahová. De most a kontroll tokenjeid és a szikajőid nem hagynak el téged? Nem. Azok le kell szedni a geciben, nagyon sok van belőle. Ja. Igazából én... hát én a körülben én tudom, mit fogok csinálni. Jó. Hát nekem relatíve egyszerű. Jaj, ki volt a hős? Ja, hát persze, hogy a Javier Penye. Igen, meg ne felejtsük el, hogy a te kártyáidat én is tudom használni. Tehát, hogyha mondjuk nekem mondjuk pont két mozgás hiányzik, akkor, ja. Ugye? Uh-huh. Tehát, hogy ezek jó. Interchangeable dolgok. Igen. Tehát, hogy mi össze tudom dolgozni. Igen, pont mindenből van elég. Azt mondja, hogy jó. Jó, felcsapom a következő. Ne, várjál, még leteszi magát. Ja. Igen, leteszem magam, és aztán én fogok jönni. Igen, mert én végeztem mindennel. Megmozdultak. Nagy kör. Megmozdultak az amerikaiak, és két lépésből elkapták azonnal. Hogyha leszállnak a lökket segjükről, akkor tudnak valamit csinálni. Jó. Ez itt találtam meg a kulcsát ennek az egésznek, hogy X mezőre tudja lerakni a szikárióit. Tehát anélkül fucking belülhetetlen lenne. Tehát, hogyha nem ezt rakod le, akkor szerintem akkor most is a játszanánk, az A15-re koncentrálva.
Nem akarom mondani, de ha nem szólok, akkor ezen nincs is piros token. Ez true. Igen, ez very true. Igen, de több ponton megkönnyít. Ahogy csaltál az első körben, úgy segített. Úgy voltam vele, hogy nyilván ugye most játszunk először ezzel a játékkal, és nyilván egy csomó olyan apró szabály van, amit nem feltétlen könnyű észben tartani. Igen. Sőt. És úgy voltam vele, hogy nem vagyok benne biztos, hogy erre például emlékeztek-e, hogy azon ott át lehet menni, meg ilyenek, úgyhogy inkább elmondom, de, hogy ez, ne az legyen. Ez tök fontos, hogyha végén kiderül az, hogy nem néztünk meg egy szavát, és nem kapunk el, mindenkinek csak rossz. Igen, nyilván, nem megy ki a videó, Greg sose jön ide többre. Az X-komot is bazd meg egy évig pihenni, hogy másfélig. Na, szóval. Száj le. Én jövök. Megvan az új helyem. Szerintem az A15-re van. Átköltöztem. És azt fogom csinálni. Igen. Te a kékekkel léptél eddig, a sárgákkal még nem. Akkor el fogok dobni egy random lapot a kezemből. Don't do it. Ezért cserébe... Limoncello! Lerakhatom, ugye Leont vagy Lakikát. Aj, menj a és le fogom rakni Lakikát. Istenem, de utálom Lakikát. Istenem, a szó hallatára. Ide fogok vele lépni. Aha. És... Látszott, hogy merre néz Lakika? Gyere, bazd meg! Kariót! Találd ki a válaszomat! Azonnal! Ja, nem, ők a kolumbiaiak, persze, ők még lehet, hogy... Ők még jönnek, igen. Sajnos. Oké? Tehát, hogy azt kéri, hogy vagy nem mozdul sehova az öreg Horáció... Kario! Horáció, igen. Horáció, Carrillo. Vagy nem mozdul, vagy targets hunter plays regularly, patron plays an extra Sicario card. Range free. Bitch. Takarodj innen. Nem kell, Carrillo, marad a seggén. Köcsön, nem kapsz több Sicariót, elég volt. Nem, ennyi, nem kapsz, és range free, tehát ez az, hogy range free. Tehát, hogy nem tudjuk, hogy hol... Ez a legalja. Nem, szóba nem jön. Na, én jövök. Te. Jöhetek én? Gyere. Vagy szeretnél te jönni? Nem, hát most megint te jössz. Mert jó, csak egyet akkor az mozogni. Action kártyáinkat jól megnézzük. Kettes, egy hármas léci. Még egy kettes. Ez nem ad nekünk olyan nagyon-nagyon sok vigorumot. Nem. Tényleg válaszokat lehet, hogy ki kéne nyírni. Azt mindenképpen meg fogunk csinálni. Én azt gondolom, hogy elköltöm most ezt a pénzt, hogy megtudjuk arról a kettő Sicarióról. Nagyon jó. Hogy milyen defense értéke van. Nagyon jó. Úgyhogy az engem nagyon érdekel, hogy négy. Velasco egy négyes. Aha. Lakika meg egy egyes. Ez azt jelenti, hogy a kettesek miatt nem tudjuk megölni. Nagybácsival se tudnánk megölni. Nem, mert az plusz kettőt fog adni. Jó, ő érdem ad, akkor ezeket robbants le, hogy ne kapcsolom. Ja nem, az lényegtel. De nem, mert leszedem a fel. Tehát, hogy én leszedném ettől függetlenül. Lakikát? A Lakikát is leszedném, igen. És a kettő üzét is. Mit szólsz ehhez? Jó, jöhet. Mert a másik, amit tehetünk, az, hogy megnézzük, hogy milyen tájpon van. És ezt nem érzem annyira erősnek. Úgyhogy Berna fogja magát, Don Berna fogja magát, és leszed kettő control token. Bocsánat, te ezt range free raktad le? Nem. Ha nem? Négy. Négyre van, igen. Pont négyre van az A15-től, és szerintem ez. Bárhol lehet. Jó, ezt a kettőt ezt leszettük. Ez azért, igen. Azért jó, mert én most ezzel be tudok lépni ide, és Lakika menjen akkor a levesbe. Menjen a levesbe. És akkor nekem ennyi volt igazából a köröm, sajnos. És te jössz. Az előbb minden kártyája szar volt, most minden kártyája jó. És egy regulár huntert fogok, vagy huntert, egy regulár szikáriót fogok ezzel kijátszani, és a regulár képességeket fogom használni, nem azt. Aha. És... Ötre rakhatod le. Ötre rakhatom le.
Az a baj, hogy ezek a repterek, ezek teljesen kiégetnek. Ez nagyon befoglaltuk egyébként, ez lehet, igen. Lehet, hogy cseles volt. Igen. Mert hogy minden reptér... Az... Kezdek rájönni, hogy nem az van, hogy igazságtalan játék, nem veszük észre, hogy mit csinálunk. Mit csinálunk, jól, igen. Egyébként a ilyen sötétben tapogatózósnak érzem az egészet. Tehát most megint ugyanott vagyunk, hogy esetleg... hibázhat. Igen, igen, nem, figyelj, szerintem a következő szezonnál fog ez kiderülni, amikor mindent ledózeroltunk, nem lesz pénze. És nem lesz pénze. Uh-huh. Hát még lehet pénze, mert most tényleg, úgy fog utána jönni, hogy... tényleg mozog. Hogy mozog. Most mozog. És ugye most akármit is csinál, mi egy karakterrel tudunk egy igen. dolgot csinálni. Ide fogom lerakni. Oké. Okay. Azt öt. Öt a rencse a fiatalembernek. És a pálya közepén van. És ő nem tud semmit az én világon. Hát neki most van két akciója. És le fog rakni... Neki van két akciója ilyenkor? Hát az általános akciók, hogy labort rak le, vagy kontrollt a kentőzőt. És abból a kettőt, igen. vagy elpusztít egy blokkádat. Az nagyon jó és lesz. Azt fogom csinálni, hogy ezzel muszáj vagyok haladni. Ez a Legion, ez így? Jaj, nem. Mert hogy az előzőben ott volt, hogy ezzel találtad meg egyáltalán. Nem fogom, nem fogom kirakni a boardra, hanem ide fogok rakni egy kontrolldot, ide meg egy labot. Azok, amit csinálsz? Ezek ugye az objektív, összegyűlik négy, akkor teljesül az objektív, és hogyha... és oda innen a pályáról, akkor végén kapsz a pénzt? Nem, tehát hogy nem, oda nem. Ez úgy működik, hogy amikor leraknám a pályára, ja, akkor rakhatod ide. Tiszta. Aktivációnként egyszer. Figyelj, lerakta Domberne, vagy kit rak el? Priskót rakta le. Úgyhogy most én jövök az egy darab karakteremmel. Igen. Három. Hát megpróbáljuk megölni. Megölhetjük. Hát próbáljuk meg megölni. Megpróbáljuk. Hát, nem nagyon más nem tudunk igazából csinálni. Nem, és a négyes lehet. Az van, hogyha kész ide, akkor így már őt is meg lehet ölni. Miért ő? Négyes. Ő négyes, de hát van egy plusz kettesed. Nem, azt nem szabad erre felhasználni. Az a legfontosabb, amikor valakit azonnal le kell dózni, amikor megnyerik. Ja. Azzal viszont lehet, hogy csaltunk. Mivel? Hogy egy mezén vannak a karaktereitek. Az miért baj? Mi barátok vagyunk. Igen, de szerintem nem maradhatnak. Egy ember. Shit! Hát akkor eldobunk egy kártyát. Mit szólsz ez a kompromisszumhoz? Jó. Eldobunk egy plusz kettő kártyát, és én ide jöttem. És onnan lőttelek le. Jó, csináljuk így. Jó, mert akkor ezzel igazából nem csaltunk így. Nem, így nem csaltunk. Mert és azt írjuk alá, hogy tehát arra akartunk lőni, nem? Igen, tehát hogy mindenki célunk. Nyilván persze. Igen, jó. Oké, akkor Young Jeezy következik az egy darab harcos katonájával. Na jó, van, hát akkor tudom, mi történik. Hogyan? Ide rakjuk, és akkor megkérdezzük a range-et. És hogyha rajtad állunk, akkor azt mondod, hogy nulla. Jó ide, jó lenne, na próbáljuk már meg, ez már csak a poén kedvéért ja. is. De nem tudunk egyszerűen capture-ölni és izélni. Nem baj. Nem capture-ölhetünk rá az A15-re. Dehogy nem rá capture-ölhetünk. Hát most a Ranger mit kezdünk? Rá capture-ölünk az A15-re. Capture-öljük rá az A15-re. Ott vagy? Nem. Mennyire szép lett volna. Jézus, az nagyon kíves lett volna. Hatalmas lett volna. Jó van, nem baj. Én büszke vagyok erre a döntésünkre. Következő szezon következik, úgyhogy most ugye frissítési fázis van. Igen, először is megnézzük, hogy a szikárióknak van-e end of season triggerje, de nincsen. Velaszkónak sem. Úgyhogy ők elmennek. Aztán megnézzük, beállítjuk az income track-et. Ugye most nulla labor van. Nem, egy labor egy van. Tehát mondjuk nulla laborért is 5 dollárt. Úgyhogy az 5 dollárt. Escobar. No. Viszont aztán... most ugye felbukkansz. Most tényleg most megmutatod magad. És aztán fizet. Akkor viszont ez azért is jó döntés volt, mert tök jó vagyunk eloszolva. Hát nagyjából, ja. Mindjárt felbukkanok. Szóval a
Kap egy kokaint. Kap egy kokaint a labor. A labor. Igen. Aztán az összes szikárium visszajön. Uh-huh. Aztán megnézem az objektíveket, semmi nem teljesült. Aztán revealelem, hogy hol vagyok. Kérlek szépen ezt a 0-16-ra oda a sarokba. Meg. Ez semmi, semmi tettünk nem volt. Ez viszont nagyon jó! Hát, az a baj, hogy nagyon messzire tud menni. De tényleg nagyon messzire tud menni, persze. Úgyhogy nem leszünk nagyon ki, viszont annyi előnyünk van, hogy nem fog tudni átmenni erre a területre, hanem csak és ebbe vagy ebben. Ilyen izében vagyunk, igen. Nem vagyunk. Ha csak nem költ el 12 dollárt. Csak 10 dollárom van sajnos. És ebből én el fogok költeni... Na? Mondjuk 4-et. Ja, mert fenn... Velasco túlélte. Velasco túlélte, az a 5 glory. Meg ugye Prisco volt még fenn, nem csak. És az első szezonban nem kaptál egy... Nem, mindet ledaráltunk. Ledaráltunk mindent, arra emlékszem. Úgyhogy a Priscónak lett volna olyannya, hogy még a legelső szezonban, hogyha túléli, akkor dönthetek úgy, hogy maradjon fent a bordon, aha. És kapok érte 3 glory-t. Uh-huh. Megvan, hogy mivel nyeljük meg a játékot. Igen? Megvan, hát így. Megnézed alapját? Nagyon ügyesen nézted a videót, szép munka! Hamarosan újra találkozom. Nézzétek csak, csúcs szuper partnerek! Ők pedig itt a csodálatos patronjaink, akik miatt működik ez az egész.